Mondhatni, teljes egészében korszerűsítették a Weber-Ferenc stadiont Nagymányokon. A mintegy 100 éves épületet utoljára 40 éve újították fel, úgyhogy ráfért már a renoválás, mondja a polgármester. A közel 60 millió forintos támogatásnak köszönhetően az épület teljes külső és belső felújítása megtörtént. Korszerűsítették a vizes blokkokat, az öltözőket és a nézőteret is. Emellett megújult az objektum tetőszerkezete és a teljes homlokzat. Közel 40 éve volt hasonló mértékű felújítás, ugye az épület az 100 év körüli, és 40 év volt egy nagyobb felújítás, úgyhogy már bőven ráfért a felújítás. Tudomásom szerint jelenleg az Egyesületnek körülbelül 100 tagja van, én szerintem ez elég szép szám. Ugye van a felnőtt csapat, sajnos ifi csapatunk az idei szezonban nincs, de utánpótlásból van azt hiszem 4 korosztályban is utánpótlás csapat, rendszeresen járnak edzésre, szinte minden nap van edzés, pálya állapota tökéletes, meg ez szerintem egy komoly csapatszellemet is ad az embereknek, összetartást. Bízunk benne, hogy a jövőben is így lesz, és csak bővülni fog a létszám az Egyesületnek. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy régi álom válhatott most valóra. Itt Nagymányokon az utolsó felújításra közel 40 évvel ezelőtt került sor, és ezért is öröm elsősorban a nagymányokiaknak az, hogy de minden sport szeretőnek, focit szerető embernek, hogy ennyire sikerült felújítani ezt az épületet, nem csak a lelátót tudták rendbeszedni, hanem az öltözőket, vizes blokkokat, tényleg kulturált feltételeket teremtettek a hazai csapatnak és a vendégeknek egyaránt. Úgyhogy reméljük azt, hogy a Nagymányok sikerrel veszi majd a bajnokságot is. Most megmondom őszintén, nem tudom, hogy kinek drukkoljak, mert Mányokon vagyunk, de ugyanakkor Bonyhád egyik csapata, a Börzsöny az ellenfél, úgyhogy én majd meghúzódom egy sarokban. A nagymányoki csapat végül győzelemmel koronázta meg a Weber-Ferenc stadion ünnepélyes átadóját.